A fennmaradás volt a tét az elmúlt hónapokban több edzőterem életében is, az igazolt sportolókon kívül ugyanis nem fogadhattak vendégeket. A fokozatos nyitás jegyében azonban védettségi igazolvánnyal már látogathatók a termek, Bárdosi Sándorral beszélgetünk. Sidney ezüstérmese, jó estét! Üdvözlöm! Örülök, hogy itt vagy, és izgultam, hogy ide érsz-e. Mert te nagy késős vagy. Hát híresen késős vagyok, bár nem, azért a fontos helyekről nem kések el, de látod, Sidneyből se késtem el. Sidneyből se késtél el, onnan a bírónak kellett volna elkésni arról a döntőmeccsről. Hát akkor küldtek volna egy másik bírót, lehet, hogy vele jobban jártam volna. Azt kiheverted? Azt ki lehet heverni egy élet alatt, hogy volt egy ilyen olimpiai döntőd? Hát ezt én mai napig megkapom szinte mindenkitől, hogy fú, hát nekünk te bajnok vagy, meg hát oké, hogy mindenkinek bajnok vagyok, de valójában nem azt az életjáradékot kapom, mint mondjuk Növényi Norbert, vagy Repka Attila, vagy Farkas Péter. Pedig hát nem tettem kevesebbet a győzelmemért ott. Hát ez így sikerült. Nem tudom, hogy ki lehet-e heverni, nem foglalkozom vele. Jó, hogy valaki nincs ebben annyira otthon, akkor azért neki segítek. Volt egy 3-3-as állás és bírói döntéssel lett a török versenyző olimpiai aranyérmes és Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes. És ez a bírói döntés ez mindig olyan, hogy az egyik úgy érzi, hogy biztos elcsalták, és akkor ott mi mindannyian úgy éreztük, hogy tényleg elcsalták. De egyébként ott tényleg elcsalták. Tehát most mondhatjuk, hogy nem, de egyébként akárhogy számolom az eredményt, én mindig egy ponttal mindig jobb lettem volna. Mert ott ezt nagyon elnézték. De hát egyébként pont ugyanaznap birkoztam, mint a Karelin, az Alexander Karelin, aki akkor már negyediket kellett volna, hogy megnyerje, de ő kikapott az amerikaitól kapott ki, és azért lobbizták ki, hogy ne legyen óvás, hogy a Karelinnek tudjanak segíteni. Te hogy lettél birkózó? Jó gyerek voltam. Olyan jó gyerek tudom képzelni. Hát kb. Mint a fiad, annyira jó gyerek voltam, és nem egyébként, ő jó fiú egyébként. Én tényleg rossz voltam, és akkor nem nagyon lehetett. Ezt a kedves nézők nem értik, tehát... Igen, mert a Bálint... MMA-t is oktatsz, és Bálint fiam lejárt hozzád. Igen, Bálint fia járt hozzám, és akkor szeretjük egyébként a Bálintot, úgyhogy... Köszönöm. Egy jó... De így ennyi, hogy rossz, valamivel kellett kötni az energiáidat? Hát először így indult, és akkor úgy ott ragadtam. Valójában én nem akartam egyébként híres sportoló lenni. Nem volt nekem ez. Ez nem úgy kezdődik. Az úgy lesz. Hogy... És ez így is volt, hogy ez csak úgy lett. És nem is akartam még talán népszerűbb se lenni, mint a többi birkozó. Valahogy ez is úgy lett. Aztán volt sumo, van MMA, van itt minden. De egyébként ez a növényi miatt van. Az a növényi miatt van. A növényi az engem nagyon sok mindenben inspirált, mert ő 5 sportágban nyert világversenyt, tehát nem is nem tudok mondani a világon olyan embert, mint ő. És akkor nem mondom, utána eredek, meglátjuk, meddig jutok, és akkor nyertem én is világversenyt ugye szumóban, meg nyertem utána az MMA-ban, és nem 4-ben nyert, bocsánat, én meg 3-ban. És akkor még grapplingben kéne majd valamit nyernem, csak föl kéne menni nehéz súlyba, mert ott ezek kevesebben vannak. Eszel jókat. Mondjuk azt szeretek. Hát ennyi. Viszont megnyitott a termed megint. Hál' Istennek. Hát nagyon nehéz volt? Most nagyon-nagyon hosszan volt a topzárban. Az a baj, hogy az ember összetoboroz magának egy jó csapatot, mint a Bálint fiat, stb. Ezek a srácok összeállnak egy nagyon jó, hogy is mondjam, bandába, csapatba, tartoznak valahova. Ott a saját kis szegmensükön, ott elismert emberek, ott szeretik egymást, tudjuk egymásról az egymás dolgait, stb. Akik bunyóznak egymással, ők valójában ismerik egymást, és valóban szeretik egymást. És nem ez a ciki benne, hanem az, hogy ezeket a srácokat úgy elengedni, hogy srácok nem tudtok jönni, mert be kell zárnunk. És mi lesz velük holnap? És akkor... mi lesz az energiájukkal holnap? Igen, mi lesz ezzel a sok energiával, de nem is az legnagyobb baj, hanem most ezeket a fiúkat újra vissza, hogy is mondjam, építeni. Hát nagyon nem egyszerű. A termek is állítólag ezzel küzdenek. Ugye most eleve kell az oltási engedély, illetve az oltottságra vonatkozó valamiféle dokumentum, leginkább a sportorvosi engedély, ami ugye nem erről szól. Nem, az együtt kell. Vagy az a védettségi igazolvány. És hát nagyon ritka az a terem, ahol mindenki ott van, aki régen ott volt. Mert hogy lenne? Hát szétszélettek az emberek. Nem is nagyon tud, meg még nagyon sokan félnek. Én azt vettem észre. Nagyon sokan félnek. Nagy bajban van ez az iparág? Csak talán nem látszik, mert a terem ugyanolyan, hát mint volt egy éve. Hogy számokban mondjam, nagyjából 50%-osan megyünk mi.
pedig mi nem nagy terem vagyunk. Én egy kis családias termet viszek, ahol tényleg mindenkiről tudom azt, hogy van barátnője, vagy felesége, vagy nem tudom, tudom az életét. Mindenkit ismerünk, mindenkit szeretünk, és akkor most újra úgy indítani, hogy ez működjön, napi szinten kell azt mondanom még mindig embereknek, hogy figyelj, nincsen az az oltási igazolvány nálad, meg nincs is ilyened, nem tudsz jönni. És nem azért szakad meg a szívem, azért, hogy nem vesz bérletet. Jó, hát ez is jó, de is. Egyébként ez is normális, hát egy családos ember vagy, tehát nyilván ez nem játék. Meg nekem fent kell tartanom azt az egész létesítményt, hogy az működjön, hát ott nekem fizetést kell adnom, stb. Tehát nem játék ez a dolog. Látom most már azért az alagút végén azt a picike kis fényt, de még mindig nem az igazi. Kaptatok bármiféle segítséget állam felől? Egyébként kaptunk annyiban, mondjuk jó pár levelet kellett írnom azért a 11. kerületi önkormányzatnak, mert a járvány első szakaszában ugyanúgy fizessetek bérleti díjat, de hát és akkor írtam levelet, hogy hát emberek, nem, ha nem tudok, mert be kell zárnom, nem tudok termelni, nem tudok miből fizetni, hát nyilván a gyerek szájából nem fogom kivenni a kaját otthon. És akkor jó, akkor csak fizesd a 70%-át. De mondom, a 70%-át hogy termelem ki, ha zárva vagyok? Jó, akkor fizesd a felét. Tehát, hogy egy ilyen alkú volt, és akkor utána ugye jött a föntről az ukász, hogy akkor nem kell fizetni, és akkor hál' Istennek nem kell fizetni. Jó, de most még mindig a Damoklész kardja ott van a fejünk fölött, mert egész egyszerűen az van, hogy mi van az elmaradással. Mert ugye az a jó pár hónap, ami ott földgyűlem lett, fizesd a felét, fizesd a 50%-et, ott földgyűlt. De hát elméletileg azt nem kell később kifizetni. Hát én nagyon remélem, hogy nem kell, de azért itt vannak csodák mindig. Én mindig ettől félek, hogy valaki megokosodik, és mégiscsak ki kell fizetni. Na hát ebbe is bepillantást nyertünk. Bajnok, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Örülök neki. Bárdosi Sándorral beszélgettünk. Tényleg, nekünk akkor is olimpiai bajnok, hogyha ott csak egy ezüst lett a végén. De hát milyen rossz lehet ezt neked hallani újra, és ebben igazad van. Tehát, vissza is vonom, bajnok, ennyi. Adjuk, ennyi. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, és figyeltek ránk. Jöjj Jakubcsek Gabi műsorra, figyeljenek rá is annál, és inkább, mert már mondja is, hogy mi lesz abban a műsorban. Szia, Gabi! Jó estét, szervusz! Köszöntöm az ATV valamennyi nézőjét is. Modern kori rabszolgatartással kezdjük az első részünket, méghozzá rögtön azzal az érintettel, akit például egy szerelmi románc ígéretével csaltak el egy házhoz, ahol aztán ingyen dolgoztatták, és még a nyugdíját is elvették. Állítása szerint rajta kívül még további 3 ember tartott fogva ugyanaz a család, akik talán még most is ott raboskodnak. Aztán jön az elektromos kontra benzines autók kiadásunk, talán a legjobb magyar szakújságírókkal, úgy mint Váy István, Antalóczi Tibor és Bazsó Gábor. Velük fogjuk átbeszélni majd, hogy mit és mennyiért érdemes megvenni ezen az egyre növekvő piacon. Szóval először rabszolga, majd autósorsok, mindjárt itt a Jakubcsekben. Hát és aki az autója rabszolgája, ismerünk olyat is. Na jó, ebben nem megyünk bele. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, jövő, dehogy is, holnap este ismét találkozunk, mert holnap még csak péntek van. Viszontlátásra!